Nem is értem a kérdést. Minimum katasztrofális üzenete lenne. Soha nem járt még ilyen közel a Fidesz ahhoz, hogy kizárják az Európai Néppártból. Az ennek kezdeményezéséhez ugyanis összegyűjt az elegendő támogatottság a pártcsaládon belül. A parlamentben arról kérdeztük a kormánypárt és az ellenzéki képviselőket, hogy számítaná-e bármit is, hogyha a Fidesz nem az Európai Néppártnak lenne a tagja. Változatlanul a Fidesz az Európai Néppárt tagja, és szó sem lehet arról, hogy onnan kikerüljünk. Nem is értem a kérdést. Viták vannak, viták elé állunk, nem tartok attól, hogy kizárnának bennünket, ott a helyünk. Más frakcióban nem lenne jobb hely a Fidesznek? Nem is gondolkodtam ezen. Azt gondolom, hogy a Fidesz szeretne az Európai Néppárt tagja maradni, de azt gondolom, hogy az Európai Néppárton kívül is van élet. Az Európai Néppártban meg fogjuk vitatni azt, hogy a keresztény értékeket mellett kiállunk-e, vagy milyen, merre felé megyünk. Mi azt gondoljuk, hogy a bevándorlás párti erők azok mást gondolnak, mint mi. Mi a keresztény értékek mellett szeretnénk kiállni. Mert a párton belüli bevándorlás párti erők? Nem, azt gondolom, hogy a néppártban vannak ilyen viták, az Európai Bizottságban, az Európai Unióban is vannak ilyen viták, merre felé menjen az Európai Unió az elkövetkező időszakban. Ez egy eldöntött tény, hogy tagja ma is, holnap is, meg holnap után is. Nem tartanak attól, hogy sikerre viszik és kizárják a pártot esetleg? Egyáltalán nem. Számítana bármit, hogyha a Fidesz nem az Európai Néppártnak lenne a tagja? Most a választásokon bizonyosan, mert akkor, hogyha a Fidesz kikerülne, akkor nagy valószínűséggel az euroszkeptikusoknak a körét emelni. Én nem hiszem, hogy bármi is változna a hazai politikai stílusokat tekintve azáltal, hogy nem tudom mondjuk ki esnének a néppártból. És Magyarország szempontjából? Hát Magyarország szempontjából minimum katasztrofális üzenete lenne. És hova kellene nekik utána beülni, hogyha onnan kizárnák őket? Fogalmam sincs, inkább azt tudnám, hogy hova kellene kiülni. Hova? Hát a politikából ki, de ez szubjektív. Azt gondolom, hogy itt az elvszerűség most fontosabb volna, és ki kellene rúgni őket, hiszen akkor így egyértelmű üzenetet küldenének minden populistának.